videófelvételt készítek erről a csodaszép Harman Kardon házi mozi erősítőről. Egy-két apró karc, mint a videón is látható, előfordul rajta. Megpróbálok úgy videót készíteni, hogy azért az összes hiba látszódjon. Itt a legvégében van egy-két ilyen sérülés, illetve ilyen karcolat, de lehet, hogy kosz, lehet, hogy lejön. Az kosz inkább szerintem. Egyébként szép. Összességében nagyon szép készülék. Csodaszép. A Harman Kardon csak csodaszép készülékeket csinál. Nekem nagyon tetszenek egyébként. Távirányítójára annyira vigyáztak, hogy még a fólia rajta van. Teljesen vadonatúj karcmentes állapotban van. Ja, előbb az alvért meg kell nyomni, és akkor utána, igen. Mert képes működtetni felső kivezérlésen, ezen kívül még CD-t, kazettásdekket, DVD-t, szatellitet, televíziót, videót és AUX-ot. De tulajdonképpen ezekkel át lehet lépni, mondjuk, hogyha rádióba akarok átlépni, akkor nem fölül, hanem itt alul az AM-FM. Hogyha megnyomom, akkor átlép. Nagyon szép hangja van egyébként. Most fölmerem hangosítani. Nagyon sokat látjuk, halljuk a kedves hangját és kedves arcát a televíziókban. Mennyire fáradt, doktor úr? Hát 3 hete, 7-24-ben. Azért merem fölhangosítani, mert egyébként a 2019. augusztus 1-től rendkívül szigorúan veszik az ismert zenei anyag tartalom rögzítését, és a rádióban szinte csak olyan megy. Hol tartunk most a járvány? Csodaszép egyébként. A rádión, hogyha itt az erdélyes gombot megnyomjuk, akkor át lehet váltani RT üzemmódra. Itt, ebbe az üzemmódba kiírja az előadó nevét, számcímét, meg a híreket egyébként. Autóinformációt, autóinform, stb. Nagyon szép készülék. A eredeti távja. Ha átkapcsolok CD-re, mutatom a lehetőséget. Ha megnyomjuk a digitál szelektet, akkor ott lehet ebből a két nyíllal kiválasztani, hogy analóg bemenetet akarunk, coax 3-at, optikai 3, optikai 2, optikai 1. Optikai 1-re van kötve a CD, így már működik is. Meg van számozva itt az optikai 3 front oldalon egyébként, ha esetleg keresnéd, de a hátulján van optikai digitális kimenet, és van 2 bemenet a hátsó felén, valamint egy csomó RCA. Illusztrálom őket. Mint látod, nagyon szép készülik egyébként. Nagyon sok hangfal kimenettel látták el. Van rajta Prio subwoofer kimenet is. Hát köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem. És kérlek, tekintsd meg róla készült nagyfelbontású képeimet is. További szép napot!